Sziasztok, Bőzs, Bázs vagyok. Rendeljünk alaplapot az automata kormányzáshoz című videón következik. Megnyitjuk a JLCPCB oldalát, bejelentkezünk, mert Google-lel ezt megoldani. Hozzáadjuk a Gerber fájlt, ettől utána automatikusan kiszámolja nekünk, ez nagyjából mekkora méretű. Ez így fog kinézni, ez maga az alaplap, de még nincsen rajta semmilyen alkatrész. Azt nekem most itt ilyen kuponos történettel 2000 forint, és akkor erre rá kell majd tennünk az alkatrészeket, ki tudjuk választani, hogy hány darabot szeretnénk, minimum 5 darabot lehet. Alul kiválasztjuk, hogy természetesen szeretnénk hozzá összeszerelést is kérni, így rá kerül az összes alkatrész is. Csak a felső oldalt kell, tehát assemble topside. Itt lehet választani minimum 2 darabot, vagy az összes 5 darabot szereljék össze. Célszerű mind az 5-öt összeszereltetni. Kiválasztjuk, hogy nézzék át az alkatrészeknek az elrendezését. Rányomunk itt a Confirm-re. Átteszi a következő lapra. Ez lesz ugye maga az alaplapunk. Hozzáadjuk a bomb-fájlt. Hozzáadjuk ezt a pick and place fájlt, gyakorlatilag ezzel mondjuk meg, hogy melyik alkatrész hova milyen tájolásba kerüljön. Itt kilistázza nekünk az összes alkatrészünket, ami rákerül, valamint az árukat is. Ha szerencsénk van, akkor még akár az AMSIL nagy csatlakozót is rá tudják tenni, és akkor megnézzük, hogy mi az, ami úgymond shortfall, azaz hiányzik. Itt azt mondja, hogy ez a biztosíték tartó, ami hiányzik, valamint ez a kis 3x2-es header, ami hiányzik. Most a 3x2-es headernél meg tudjuk azt csinálni, hogy beírjuk ezt a 2x3p-t, és én ennek pont tudom, hogy 2 mm az osztás köze, tehát erre így rá tudok keresni, és akkor utána addig kattingatunk, amíg meg nem találjuk ugyanazt a fajta kis headert, ő lesz az. És akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ővel helyettesítjük, rányomunk, hogy select, és ezt így akár meg is lehetne rendelni, és a biztosíték tartóval még akkor utána valamit alkotunk. Vagy a biztosíték tartónál tudunk csinálni egy olyat, itt van egy ilyen JLCPCB szám, kiválasztjuk a Parts Manager-t, Order Parts, JLCPCB, partot szeretnénk, beírjuk ezt a számot, itt ő ki is listázza nekünk, hogy akkor itt van ez a számunk, és megmondjuk, hogy hány darabot szeretnénk, itt most konkrétan minimum 6 darabot lehet választani, hozzáadjuk, akkor ezt a 6 darabot kérünk, mondjuk én kérek 10 darabot. Ezt hozzáadta a bevásárlólistánkhoz. Kiválasztjuk, és azt mondom, hogy akkor szeretném megvenni ezt a 10 darabot. Majd megvárjuk, amíg ez a 10 darab megérkezik raktárra, és akkor azoknak a segítségével össze tudjuk rakni az alaplapunkat, így nem kell rá kézzel otthon semmit effektíve ráforrasztani, hiszen mindent ők össze tudnak rakni. Ez egy pár nap alatt meg szokott érkezni, és akkor újra lehet próbálkozni a rendeléssel. Nagyjából ennyi lenne az alaplapnak a vásárlása. Kifizetjük, eltelik egy pár hét, és kezünkbe fogjuk a dolgokat. Így ennyi az alaplaprendelés. Sziasztok!